Úgy utazott el Grácsba az alapszakasz utolsó mérkőzésére a Hidrofehérvár AV 19, hogy tudta, ha nyer, második helyen végez, vagyis történelmi sikerrel zár, ráadásul bebiztosítja indulását a Bajnokok Ligájában. A tét tehát nagy volt, az ellenállás azonban kicsi, hiszen a sereghajtó gráciakat az égvilágon semmi nem motiválta. Fiatalokkal töltötték fel csapatukat, a volán pedig szépen átgázolt rajtuk, főleg a második harmadban szinte számolatlanul lőve a gólokat. A Fehérvár az első 20 perc után még csak 2-1-re vezetett, a középső játékrészben azonban 6-szor is bevette a grácia kapuját, és rendkívül könnyedén szerezte meg a megérdemelt második helyhez szükséges győzelmet. Kurált és Hári duplázott a meccsen, meg Góli, Mihály, Bartalis, Lévensz és Fournier pedig 1-1 góllal vette ki részét a végül 9-1-es győzelemből. A volán így ellenfelet választhat majd a rájátszás első körében, és az is biztos, hogy vasárnap hazai jégen kezdi meg a negyeddöntős párharcot. De hogy kik közül választhat majd ellenfelet, az a héten dől el, legkésőbb csütörtökön. A playoffban már biztos résztvevő Salzburg, Bolzano, Linz és Villach mellé az Innsbruck Vorarlberg és a Pusztertal Ljubljana párosítások győztesei kerülnek még azon csapatok közé, melyek közül ellenfelet kérhet magának Kis Dávid csapata a 4 győzelemig tartó negyeddöntőben. Egyedül akkor nem így lesz, ha az alapszakasz győztes Klagenfurt a mieinket választaná. De bár a szezonban eddig mindig legyőzte a volánt, ez talán nem fogja megkockáztatni az osztrák rekordbajnok.